Újhelyi Jánosnak köszönik meg az érkeleti lakók az elmúlt években a városrészért végzett munkáját. Az önkormányzati képviselő szerette volna, hogy kialakuljon egy olyan közösség, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, ezért kezdte el a programok szervezését. Elkezdtem annak idején a karácsonyi ünnepséget, Mikulás ünnepség, anyák napi, és mindig ősszel, tavasszal mindig volt egy-egy rendezvény, és természetesen sok minden más alkalmat is megragadtam, hogy a közösséggel találkozzam. Ennek meg különösen az volt az apropója, hogy nem olyan régen, biztosan tudják a nézők, ugye a körgyűrű befejeződött, és ugye ezt a lakótelepet nagyon erősen érinti, az, hogy itt a forgalmi rend megváltozott, és egy csomó átmenő forgalom megszűnt, és arra gondoltam, hogy egy ilyen családnapi keretében a Tegyük Szebbé az érkeltett programot, két dolgot is ütünk egy csapásra, két legyet is, egyrészt a gyerekekkel szedtünk egy csomó szemetet, őket megajándékoztam, és hát mivel itt sok ember összejült, ezért azt gondoltam, hogy egy kellemes napot fogunk tölteni. A leköszönő képviselő egyik legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az évek során folyamatosan nőtt a közösségi rendezvényeken megjelenők száma. Nagyon szomorú voltam annak idején, amikor én itt beszélgettem az emberekkel, mert egy nagyon komoly beruházással, itt több milliárdos beruházással ez a tér kialakult, és bizony-bizony izolálódtak az emberek. Egy pár nyugdíjas lejött, ücsörgött egy kicsit, de még egymással sem nagyon álltak szóba. És ezt akartam elmozdítani, és úgy gondolom, hogy ez sikerült, mert hát mindenki, egy csomó idős ember egyedül él, jól esik nekik, hogyha társaságban vannak, és ez volt a legfontosabb célom. Újhelyi János elmondta, bízik abban, hogy hagyományt teremtett a közösségi rendezvényekkel, és az érkelti lakók a jövőben is szerveznek közös programokat.